Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyele Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 3 napon keresztül számos szórakozási lehetőséggel várták a látogatókat. A magyar hősökre emlékeztek, az első világháború áldozatai előtt tisztelettek a Vármegye Székhelyen és Ponyhádon. Égi túra és közlekedés biztonsági nap, a légierő legmodernebb helikoptere is megérkezett. Húvó zenekari találkozó és kitüntető címek átadása, Pünkösdi Fesztivált rendeztek a Kaposszekcsőn. Nagy sikerrel zárult a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A 3 napos kulturális és szórakoztató programokkal tarkított rendezvény sorozatra több 10 000-en látogattak el május 27-e és 29-e között. Május 27-én a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál első napján többek között az Omega Testamentum, vagyis az Omega Együttes örökségét tovább éltető zenekar teremtett hatalmas hangulatot a Béla Király téren. Bár a rendezvény idén egy nappal rövidebb volt, a szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a 3 nap eseménydúsan teljen el. Köszönjük a támogatóknak, köszönjük annak a nagy összefogásnak, aminek segítségével ezeken a napokon is sztárfellépők és sok-sok érdekes program várja a nézőket. Úgyhogy mindenkit biztatunk, holnap is, holnap után is fáradjanak ide ki. A Nyitott Pincék programja után a város főterére is sok szeretettel várunk mindenkit. Éjszaka fiataloknak nagyon jó diszkóprogramra készülünk. Minden adott ahhoz, hogy 3 napig fesztelenül tudjunk szórakozni, és egymás barátságát élvezzük. A 3 nap során több 10 000-en fordultak meg a programsorozaton, amely szinte minden korosztályt és számos kulturális ízlést kiszolgált. Mi a koncertet, és majd a többi az elválik. Várjuk a haveroknak, barátoknak a jelentkezését, hogy ki merre szeretne, hova szeretne menni. A Pünkösd nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország más tájairól is. Ami jön, az minden. Voltak, akik egészen az Őrségből érkeztek a rendezvényre. Lementünk a Vásár utcába, sétáltunk egy nagyot, aztán hát koncert után megyünk haza, mert azért 350 kilométer, nem itt van, de holnap reggel dolgoznunk kell, úgyhogy el kell indulnunk. Mik az eddigi tapasztalat? Nagyon szép város, nagyon szép. Pont arról beszélgettünk, hogy milyen jó a tér is, meg hát autóval lent álltunk meg, ahogy jöttünk fel, az is nagyon szép. Alapvetően mi a sok új érdekesség miatt jövünk, általában az új ételeket látogatjuk meg először, de a hangulat miatt is. A fesztivál egyik sztár fellépője Demién Ferenc volt, aki Ezzel még tartozom címmel adott koncertet vasárnap este. Hogy van még igazi ünnepünk, egy hang sincs, csak cseng a csend, csak csendben mindenki elmereng. Bár a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál zárónapjára az időjárás kissé borongósra fordult, ez azonban a hangulatra nem volt hatással. Annak is érdemes volt kilátogatnia a rendezvényre, aki nem csak kulturális élményekre, hanem finom ízekre is vágyott. Mindezt a gasztrosátor és a borudvar biztosította számukra. Ezek mellett a kirakodóvásár és a vidámpark is szintén a program elmaradhatatlan része voltak, így biztos, hogy minden korosztály talált magának való szórakozási lehetőséget. Szarvasok ugrottak a kocsi elé. Néhány napja a 6-os főút 146-os kilométer szelvényénél Szekszárd és Kakast között 6 szarvas próbált átszaladni az úttesten. Az egyiket elütötte egy jobbról érkező autó, az állat berepült az árokba, utána viszont el tudott futni. Egy másik szarvas megcsúszott, és fejjel az autó oldalának csapódott a vad, azonnal elpusztult. A másik 4 állat elkerülte az ütközést, az autóban kinyíltak a légzsákok, így szemei sérülést nem történt. Tolna vármegye több településén is megemlékeztek vasárnap az első világháborúban hősi halált halt magyar katonákról és civilekről. A magyar hősök emlékünnepét 2001 óta tartják május utolsó vasárnapján. Még javában zajlottak az első világháború csatái, amikor idehaza 1917-ben törvénybe iktatták az elesettek emlékezetét. Szekszárdon a Szent István téri világháborús emlékműnél most a település alpolgármestere arról beszélt, az, hogy ma szabadon emlékezhetünk a nemzet hőseire, azok érdeme, akik életüket adták az országunk védelme érdekében.
Gyurkovics János kiemelte, hogy Európa most is mindössze karnyújtásnyira van egy újabb, határokon átívelő háborútól. Meg annyi hősünk dicső tette járán, több mint 1100 éve itthon vagyunk a Kárpát-medencében. Rengeteg véráran kaptuk örökül Magyarországot őseinktől. Talán szerencsénk lesz, és nem vérünk árán kell majd továbbadnunk. Ezért kell elkövetnünk mindent a jelenben. Emlékezzünk rájuk. A megemlékezésen Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott áldást, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet. Bonyhádon az egész hétvégén át tartó láglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóján is megemlékeztek az első világháború során elesett magyar katonákról. A rendezvényt minden esztendőben támogatja a helyi önkormányzat is, és ugyanígy tesznek az ott résztvevő közösségekkel. Bonyhádváros önkormányzata természetesen támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületet, mind pedig a hagyományőrző egyesületet annak érdekében, hogy a céljaikat meg tudják valósítani. Bízom benne, hogy sokáig fennmarad ez a rendezvény, és még jobban kinövi magát, hogy még többen megismerjék Bonyhádot. A rendszerváltást követően egyébként 2001-ben lépett ismételten hatályba az a passzus, ami alapján a Magyar Hősök Emléknapját május utolsó vasárnapján tartják. A rendőrök 815 hatássértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 267, szombaton 299, vasárnap 231 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében is elfogtak 18 hatássértőt, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1703 hatássértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt 27 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrség összesítéséből. Különleges érdekességeket láthattak azok, akik ellátogattak az Őcsényi repülőtérre pünkösd vasárnap. A katonaság legmodernebb helikoptere is megjelent a rendőrség és a katasztrófavédelem által szervezett közlekedés biztonsági napon. A Budapestről érkezett gépmadarakat sokan csodálták meg, de ezen kívül még számos érdekes dologgal találkozhattak az érdeklődők. Kipróbálhatták a rendőrség biztonsági övszimulátorát, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési bemutatót és motoros felvonulást is láthattak a jelenlévők. Tűzoltóautókat, meg a rendőrhelikopter is az előbb szállt le, meg a katonai még az előtte pár perccel. A Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad és a Katonai Hagyományőrzők munkatársai pedig régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal, fegyverekkel készültek az odalátogatóknak. Nagyon jó, tetszik. Sok minden van, sok a látnivaló, főleg a kisebb gyerekeknek való. Ők igazán élvezik. Ismeretterjesztő is, ahogy ellátom, mert sok kisgyerek élvezi, hogy beöltözhet. Nagyon jó, örülök neki, hogy van ilyen. A bátrabbak még az íjászkodással is megpróbálkozhattak az Aliszka-Nyilai Íjász Egyesület jóvoltából. A rendőrség főszervezésében megvalósult családi napon rengeteg programmal várták a résztvevőket. Mai napon számos programmal, mind kulturális, mind pedig szakmai programmal várjuk az ide látogatókat, így a hátam mögött lévő területen láthatóak a rendőr kollégáim, akik különböző programokkal várják az ide látogató vendégeket. A katasztrófavédelem munkatársai tűzsátorral és egyéb érdekes programokkal is készültek erre a napra. A katonaság pedig toborzást tartott. A Magyar Honvédségnek célja az, hogy a digitális új technikán már olyan embereket foglalkoztasson, akik ismerik és benne vannak a mai kor számítógépes és digitális világába. Ezért nagyon nagy feladat az, hogy sok embert hívjunk be, hiszen meg kell szűrnünk nem csak orvosilag, hanem képességek szempontjából is. Ezek a rendezvények, mint a mai, ez egy kiváló alkalom arra, hogy sok ember megismerhesse azt, hogy milyen technikával rendelkezik a Magyar Honvédség. A délutáni órákban a kicsiket habpartival örvendeztették meg, és még rendőrségi kutyás bemutatóval is szórakoztatták a családokat. Gyergyó Szent Miklósról indult idén a pünkösdi lovas zarándoklat Csíksomjóra. A kétnapos lovaglás ettől az évtől Márton Áron püspök nevét viseli.
A csíksomlyói nyerekbe a hármas halom oltárhoz a Kárpát-medence minden irányából indult több mint 300 lovas. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a gyergyószéki lovasok körében idén is csatlakozott a lovas zarándoklathoz a Gyergyó-Szent Miklós csíksomlyó útvonalon. A politikus azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a magyar nemzet számára a lovas kultúra, illetve hogy a lovas hagyományokat újra feleleveníthetik. Jó látni azt, hogy évről évre többen vagyunk itt, hagyományőrzők, sportolók, Kárpát-medence minden tájáról, és itt voltak velünk most először a gyimesi csángók is, és úgy gondolom, hogy az igazi nemzeti összetartozást ez is mutatja, hogy mi magyarok bárhol is éljünk, ezeket a dolgokat nagyon fontosnak tartjuk. A magyar lovas nemzet, a székely még inkább, és a székely magyar lovas hagyományokat akarjuk tovább éltetni, és azt is, hogy a nemzeti összetartozás érzése kézzelfoghatóvá váljon szinte minden magyar ember számára. Ez is egy jó példája a találkozásnak, annak, hogy Csíksomlyon együtt lehetünk minden évben. A holnap iskolája nem lehet olyan, mint a tegnap iskolája, jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára kedden. Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a magyar köznevelés 11.935 helyszínen zajlik, és 1,5 millió óvodást és tanulót szolgál ki. Hozzátette, éppen 10 éve vette át az állam e hatalmas intézményrendszert, és lépésről lépésre haladnak előre, mert nem csak karban tartani, hanem fejleszteni is szükséges az épületeket, hiszen ez jogos és alapvető elvárás a társadalom részéről. Az államtitkár megjegyezte, hogy 2018 és 2022 között 4576 köznevelési beruházás valósult meg országszerte, vagyis a teljes infrastruktúra 40%-át érintette valamilyen jelentősebb felújítás vagy bővítés. Közölte, 110 olyan projekt volt, amely járási, oktatási szempontból központi szerepet betöltő iskolákat érintett. Pünkösdi fesztivált rendeztek Kaposszegcsőn, a program keretében megtartották a Habig Konrád fúvós zenekari találkozót is. Az egész napos ünnep alkalmával bemutatkozott az Értéktár Bizottság, és kitüntető címeket is átadtak. Számos gyerekprogram, valamint zenés mulatság várta a pünkösdölőket. Nemzetiségi családban született Fejfer Jánosné, aki pedagógusként kezdte pályáját. A német nemzetiségi önkormányzatnak tagja, mindig fontosnak tartotta a nemzetiségi kultúra ápolását, továbbadását. Idén ő lett Kaposszegcső díszpolgára. Pünköskor adták át az elismerést a díszpolgári címet számára. Nem vártam, nem számítottam rá, nem törekedtem soha ilyenre, hogy én díszpolgár vagy valaki is elismerje itt az én munkámat. Én úgy gondoltam, hogy ezt én csinálom, ez belső kötelesség, és úgy gondoltam, hogy a Jóisten szemébe ez jó, és azért is csináltam. Érdemes közalkalmazotti elismerésbe részesült a Pünkösdi Fesztiválon Orlai Katalin tanítónő. Az ünnepi műsor során a Kaposszegcsői Értéktárbizottság is bemutatkozott, és egy történeti kiállítást is készítettek településükről. Megtartották a Habig Konrád fúvószenekari találkozót is, amelynek során a környékbeli települések fúvósai gyűltek össze, egy kellemes délutánt adni az ünneplő egybegyűlteknek. A fúvószenei találkozón általában minden évben 5-6 zenekar lép fel, a Kaposszegcsői az mindig, nyilvánvalóan, általában itt a Dunaszegcsői is, illetve a Dombavár, illetve melléjük mindig változó, akiket felkérnek a Fúvós Egyesület és az önkormányzati képviselők. Ezt most már 3 éve, vagy illetve a harmadik alkalom az, ugye a Covid-nál kimaradt, de harmadik alkalom, hogy az Egyesülettel együtt szervezzük. Megbeszéljük, hogy kik legyenek a fellépők, és most úgy esett, hogy 2 olyan zenekar is megmutatkozik a Kaposszegcsői mellett, újként, akiknél kaposszegcsői gyökerek vannak. A Kaposszegcsői Pünkösdi Fesztiválon az evangélikus istentiszteletet a pünkösdi római katolikus szentmise követte. Óvodások, iskolások adtak műsort, számos gyerekprogram, gyerekműsor, örömfoci várta a kisebbeket, nagyobbakat. Este zenés táncos mulatsággal zárult a fesztivál. Regionális híreink következnek. Nehéz gazdasági évet zártak pécsi cégek beszámolói az önkormányzaton. A közbiztonság megfelelő szélsőségektől mentes rendőrségi beszámoló a 2022-es évről. Közeledik a parlagfűszezon, több milliós bírság a szabályszegőknek.
Az energiahordozók árának emelkedése jelentősen nehezítette a pécsi önkormányzati cégek tavalyi működését, derült ki a társaságok beszámolóiból. Ezért több százmilliós támogatással segítette ki a társaságokat a városvezetés. Idén bevételkiesést okoz a hulladékkezelési szolgáltatás kiesése, ami további kompenzációt igényel majd, mondta a bizottság elnöke. A kulturális holdingnál az állami támogatást az idei évre is biztosítják, így segítve a működését. A pécsi városüzemeltetési cég, vagyis a Biocom tavalyi gazdasági teljesítményei szerepelt a Város Pénzügyi Bizottságának pénteki ülésén. Több százmilliós emelt önkormányzati támogatást kapott a cég, így pozitívan tudta zárni 2022-t, de idén még nagyobb támogatás kell a Biocom működtetéséhez, mondta a bizottsági elnök. Az idei év az még nagyobb kihívás jelent a társaság számára, hiszen ugye a Diacom, mint a cég lányvállalata elvesztette a hulladék gazdálkodási kezelési jogosultságát, és tudjuk, hogy ez most már Kaposvárról fogják irányítani, tehát ez egy jelentős kiesés a cég életében. Feltételezhetően az idei évben az önkormányzatnak emiatt újabb, sok százmillió forinttal nagyobb kompenzációt, vagyis támogatást kell nyújtania. A járványügyi lezárások, korlátozások után tavaly már teljes évet tudott teljesíteni Pécs kulturális cége. A Zsolnai Örökségkezelő tavaly és idén is jelentős állami támogatást kap a működéshez, mondta a 2022-es beszámoló után a bizottsági elnök. Egy 300 millió forintnyi tétele magasabb összegű áram- és gázszámlával kellett szembenézni. Hát ezeket ugye nehéz kigazdálkodni, ugye az szerencsére ugye az állam 1,7 milliárd forintot, tehát jelentősen támogatja a cégnek a működését. Ennélkül az állami támogatás nélkül gyakorlatilag ez a kulturális holding, ez működésképtelen lenne. Ugye ez a tavalyi évben is biztosított volt, még az idejében is biztosított lesz. Az biztos, hogy az összes programját meg tudja tartani idén a ZSÖK, tette hozzá a politikus. A beszámoló alapján Pécs kulturális holdingja a 2022-es évet 3.299.446.000 forint mérleg főösszeggel és 21.956.000 forint adózott eredménnyel zárta. A közbiztonság megfelelő szélsőségektől mentes fogalmazott a Baranya vármegyei rendőrfőkapitány a 2022. évi beszámolójában. A közbiztonság helyzetéről, a rendőrség feladatairól tartott előadást Szijjártó István. Az adatokból kiderült az is, számos területen csökkent a bűncselekmények, szabálysértések száma. Baranya vármegye 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról hallhattak előadást a vármegyei önkormányzat képviselői. Szijjártó István rendőrfőkapitány tartott beszámolót. Mint mondta, a fő célkitűzéseket teljesítették, a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A regisztrált bűncselekmények száma mérséklődött, a büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatása pedig gyorsabb lett. Ilyen világon valami megyen közvetlen közbiztonsága megfelelő, jó szintű, szélsőségektől mentes, és nem volt egyetlen olyan esetben is van, ami megnyugodta volna az itt élő, hozzánk vendégként, vagy tanulni vágyó, vagy kulturális szempontból hozzánk érkező embereknek azt a biztonsági érzéket, amit így hosszú-hosszú éveknek a sajátosságát elmélyében. A 2022-es évben Baranya 207 községében 10-nél kevesebb regisztrált bűncselekményt követtek el. 125 település esetén pedig nem keletkezett adat közterületen elkövetett bűncselekményről. Továbbá a kiemelten kezelt bűncselekményi körbe tartozó bűnesetek előfordulása 82 települést nem érintett. A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 494-ről 481-re csökkent egy év alatt. A halálos kimenetelő balesetek száma viszont 13-ról 21-re emelkedett. A közlekedés biztonsági helyzet javításával összefüggő komplex feladatellátást a szakterület prioritásként kezeli, hangsúlyozta a rendőrfőkapitány. A jövőben a rendőrség továbbra is figyelemmel követi a közterületi eseményeket, rendezvényeket, és megfelelő létszámmal lesznek jelen, hogy biztosítsák a lakosság biztonságérzetét. Közeledik a parlagfűszezon, írtására már időben fel kell készülni. Már 4 éve él az a jogszabály, melynek értelmében a parlagfűmentességet a szezon végéig fenn kell tartani. Ellenkező esetben több millió forintos bírság vár arra, aki ezt elmulasztotta.
legyen az föld tulajdonos vagy beltéri ingatlan tulajdonos. Ezügyben rendszeres ellenőrzések zajlanak a kormányhivatalok szakmai munkatársai által. Egy-másfél hónap, és itt a parlagfű szezon. Mindannyian tudjuk, hogy ez a gyomnövény rendkívül allergén. Sok embernek okoz nagyon kellemetlen allergiás tüneteket. A legfontosabb azonban az, hogy a parlagfű ellen folyamatosan védekezni kell, mondta Csizi Gábor, a Baranyavár megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője. A hatályos jogszabály az úgy szól, hogy a parlagfű virágbimbójának a kialakulását kell megakadályozni, és ezt folyamatosan a vegetáció során fent kell tartani. Jelen pillanatban folynak a vegyszeres védekezések a legérzékenyebb kultúrákban, elsősorban a kapás kultúrákban, kukoricában, napraforgóban, szójában, de természetesen a parlag területeken is oda kell figyelni rá, és a megfelelő időben a gyommentesítést el kell végezni. Azonban nem csak ez a gond a parlagfűvel, hanem komoly növényvédelmi bírságot is kiszabnak arra, aki nem írtja a gyomnövényt a telkén, földjén vagy az ingatlanja környékén. Ez 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, függően attól, hogy mekkora terület volt parlagfűvel borítva, illetve a parlagfűnek a felületi borítottsága is meghatározza a bírság nagyságát. Ezen kívül természetesen a hatóságoknak az eljárása felmerült költségeit is meg kell téríteni, illetve ha az önkéntes teljesítés, gyommentesítés nem történt meg, akkor a hatóság által megbízott vállalkozónak a kaszálással felmerült költségét is az ingatlan tulajdonosára terheljük. A jogkövető magatartás egyre erősebb a társadalomban, azonban ennek ellenére számtalan eljárás indult már, tette hozzá az osztályvezető. Tavaly például 100 ügyben szabtak ki bírságot, ennek a nagysága 10 millió forintot is meghaladta, hangsúlyozta Csizi Gábor. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 3 napon keresztül számos szórakozási lehetőséggel várták a látogatókat. A magyar hősökre emlékeztek, az első világháború áldozatai előtt tisztelettek a vármegye székhelyen és Ponyhádon. Égi túra és közlekedés biztonsági nap, a légierő legmodernebb helikoptere is megérkezett. Húvos zenekari találkozó és kitüntető címek átadása, Pünkösdi Fesztivált rendeztek Kaposszekcsőn. Szerdán délelőtt elvétve előfordulhat záporeső, de nem lesz jellemző a csapadék. A kora délutáni órákra várhatóan országszerte lecsökken a felhőzet, kisüt a nap. Mérsékelt keleti, északkeleti szél lesz a jellemző. Éjjel az ország legnagyobb része felett lecsökken a felhőzet, többnyire csillagfényes, derült, nyugodt éjszaka áll előttünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!